Ideje kibontani 99 petet. Szevasztok srácok, üdvözlök titeket újra itt nálam. Nem ilyen petre gondoltam, hanem a pet szimulátorba. A pet szimulátor 99-ben. Azt mondtátok nekem, hogy 99 petet kell kibontani. Úgyhogy ezt szeretném megcsinálni úgy, mint ő itt. Úgy döntöttem, hogy jelenleg még nem hozom át. Mindig pont akkor kezdve, nem hozom át a petjeim, mert csak egy tutti. Most az isteni eredeti tutti frutti ízű üdítőre fogok petszinteni, ugye az eredeti tutti zsúzra. Gyere te is petszints velem, nézzük! Így van. Egészségetekre srácok, országszerte a boltokban kapható 229-239 körüli áron. Azon dolgozunk, hogy még lejjebb szorítsuk ezeket az árakat. Előző évben kicsit feljebb csúszott, nem mi hibánkból, de most elkezdtük lefele tolni. Úgyhogy kisboltokba, nagyobb boltokba, például Tesco-ba, Auchan-ba már 239-249 körüli áron kapható egészségetekre. Ez a best, higgyétek el, lehet sokan másolják. Ez a best, azért másolják. Na szóval! Miért ennyire hangos ez a játék, hallod? Nézd, egyesen is majd meghalok. Ezek a petek rettenetes mértékben erősek. Nagyon szépen köszönöm a rengeteg segítő kommentet. Többen írtátok, hogy ne hozzam át a régi petjeimet, mert ugye az abba a játékban van is. Egyet értettem veletek, egyelőre nem hozom át őket. Viszont van egy ilyen group reward, amit szeretnék én beklémelni. Ez miért nem működik? Benne vagyok. Benne vagyok a klubba. Mindegy. Akkor ezt még mindig nem tudjuk. Innen tudjuk áthozni a Pet Simulator X-ből a játékokat, de mond, vagy a peteket. Én inkább most magamtól szeretném ezeket kinyitni, úgyhogy menjünk végig, nézzük el a legvégéig. Még egy csomó minden van, amit nem nyitottunk ki. Viszont van egy ajándék, amit még nem klémeltünk be. Nézzük csak meg, mi az az AI. Azt mondja, hogy milyen potionok vannak. Diamond potion. Van coin. Coin potion. A kétszeres az jöhet. Mit szóltok hozzá? Úgy látom, hogy az előzőből a speedem is megmaradt. Ez tök jó, hogy megmaradnak akkor is, hogyha kilépünk és ha visszalépünk. Oké. Kaptunk diamondot. Ma rengeteg tojást szeretnénk nyitogatni. Az a cél, hogy van 400 ezrünk. Azért ez így eléggé jó lesz. Meg is veszük a következő. Bam! Ez nagyon-nagyon menő. Ez az animáció. Oh, amazing deal. Exclusive. Hoverboard. Ezt megvesszük. Megveszem, hogy nektek ne kelljen. Csak ha jó maximum akkor. Egészségetekre. Let's go. Oké. És így megkaptuk a hoverboardot is rögtön. Oh yeah. Macska pet hoverboard. Nagyon jó, de engem jobban érdekelt az a toigli. Eggs. Ezt nézzétek. Exclusive fruit egg. Ezt ki kell bontanunk. Na! Mi lesz benne? Ez... ez egy exkluzív dragon fruit! De menő volt ez a pet nyitás. Na nézzük! Ez a pet kérdőjeles, szóval mindig is 95% olyan erős lesz, mint az összes többi petem. Hát ez most még az elején nem nagy segítség, de majd később biztosan az lesz. Van egy nagyon menő, exkluzív hoverboardunk. És vannak olyan enchantjaink, mágnes. Azt mondja, hogy kipróbáljuk ezt a mágnest, ez egy epic. Mondom, nagyobb területről tudjuk beszívni, és van egy ilyen, a damage-et 75%-ra. Hát ezt nem most használom el, mert még most itt vagyunk az elején. Random potionöket tudunk vásárolni. Hát ezt most köszönöm szépen, nem. Hát itt azért meg kell dolgoznia a peteknek, hogy ezeket kiszedjük. Még pénzügyileg mindig nagyon jók vagyunk, úgyhogy mehetünk is a heteshez. Imádom ezt az animációt. A hetes szinten vagyunk most már. Upgrade-elni tudunk 150-nél. Hát persze, kérjük. Még gyorsabbak lettünk. És ez valami farmos hely. Most itt is vannak ilyen titkos bejáratok? Emlékeztek, hogy a másikban pont az egy ilyen farmeres résznél volt egy ilyen titkos bejárat? Most nézem, hogy facecam-tól nem is látjátok a izé potikat. Na hát, igen. Lassan szedjük, de biztosan a cuccokat, meg ezek ugye már nagyon-nagyon sokat érnek, és 400k kell a következőhöz. De azt mondom nektek, hogy menjünk vissza. Azért mondom, hogy menjünk vissza, hogy nyithassunk erősebb peteket, mert ez a cuccunk, ugye ez akkora legerősebb, hogyha a többi is olyan erős. Mint hogy ja, értitek, úgy egy ajándék, nincs csak. Jó. Small Christmas present. Kis karjait kaptunk. Bontsuk már ki. Na mi van benne? Bag of diamond és hot cocoa.
De jó cuccok vannak. Na, húzzunk vissza az elejére. Hol a teleportunk? Teleport. Ez rohadt jó, figyelj. Boom! Á, ezt nagyon menő megcsinálták. Na nézzük! Miket állokolhatunk? Állok. Állok, tök, és ugye a 9-eset kell használnunk, mert abban vannak a legjobb petek. 20k, egy perget, és van traveling merchant. Ja, el departed, az azt jelenti, hogy elment. Na várjál. Ott Coco. Azt mondja, van-e valami lucky potionünk? Damage, coins, diamonds, damage, damage, coins, pff, akkor nincsen. Nincsen, de nézzünk, bontsunk egy ilyet. 20 000-ért. Kinyitjuk, nem nézünk oda. És shiny bunny. Itt mindegyik shiny, vagy ez tényleg shiny? Ez shiny lett, srácok. 163. Shiny bunny, és ebben csak 500 000 darab van. Ez nagyon jó nyitás volt, mondjuk 60% esély volt rá. Akkor ez kéne itt nekünk, igaz? Na nézzük, következő. Még egy shiny bunny, hát akkor ez annyira nem volt menő. Chicken! Köszönjük szépen. Dinner, dinner, chicken winner. Azt mondja, hogy azért ezek duplája, triplája, sőt. Négyszeres erősségűek, és így ez a petünk is ugye sokkal erősebb. 20k-sával nyitném. Úgyhogy nyissuk. Még egy bunny. Amúgy azt akarom megnézni, hogy az ő ilyen sztorjukba. Itt van az exkluzív shop. Holiday pack. Extra Christmas pa-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 
Mondjuk 400 lenne egy nyitás. Lucky. Vegyünk egy ilyen lucky-t, mert szeretném, hogyha szerencsés lennék. Jó sok robuxot fogunk eltölteni ebbe a videóba. Elkölteni ebbe a videóba, nem is tudok beszélni. Ok, akkor ez a lucky, ez örökre majd? Megy. Igen, reméljük. Nem lehet csak szimplán itt tojást venni? Valami menci. Vegyünk még egy ilyen fruit egget? Tudjátok mit? Vegyünk még egy ilyen fruit egget. 400-ért. Nézzük, milyen királyságos petet kapunk, aztán nem költhetek most már több robuxot. Most már semmiféleképpen, max ha nagyon szeretnétek. De most remélem nem. Na nézzük. Toyglit, kérjük, szeretnénk kibontani. Ó, egy tojás tetejére nyílt. Let's go! Az mi? Kékszínű, exkluzív, kékszínű blueberry cow. És ez is kérdőjeles, ez 85%-ig olyan erős, mint ezek a tojások. Petek, mondom, nem tudok beszélni, sajnálom, srácok. Miket nyithattunk volna belőle? Ó, erre 50% esély volt, szóval így, hogy megvettük a lakkot, szerencsétlenebbek voltunk, mint alapból. Szuper, hát ez szuper. Jaj, nézd már, feljön egy ilyen pet. De jó. Na, nyissuk tovább, mert ugye ezért jöttünk, hogy ezeket nyissuk. Még egy bunny. Hol lehet így merge-ölni a peteket? Lehet ezt egyáltalán? Mert hogyha majd csak nagyobb szintre lépünk. Most az összes zsét elköltjük erre, de aztán nyugi visszagyűjtjük. Set perc alatt visszagyűjtjük. Á. Ment fel a rankom. Chicken. Azt az egy papagájt, vagy nem tudom, papagáj az egyáltalán? Azt kéne nagyon nekünk most megszerezni. Maradt még pénzünk? Ó, még 190 ezer van, hallod? Nyomod! Nyomod! Úristen, mennyi huge meg, mit tudom én milyen van. Gyerünk! Annyi fehér nyuszi lesz, hogy enyém lesz a fehér nyusz balom sereg. Egy rohadt papagájt szeretni, kérlek szépen. Még egy csirke, chicken dinner. Hát már nem nagyon sokat tudunk bontani. Még hármat? Még kettőt? Oh boy, srácok, ez a gatya! Ennyi volt. 10k van, akkor ezt még pont ki tudom nyitni. Na nézzük, a makkos tojás. Pig. Hát ez nagyon jó. Érted, a pig az be se került ide. Na mindegyik száz, a csirkém amúgy erősebbek, mint a izék, kivéve a shiny. Most viszont is sokkal erősebbnek kell lennünk. Na gyorsan menjünk csak el. Oda, ahol voltunk. Ó, jövök felszedni a pénziket. Köszönöm, figyelj. Már mindjárt van vagy 10k. Na ide szeretnék élni, ha jön utánam itt ez a valami. Na gyertek, petecskék, nézzük mit. Úó. Jó van. Már 50-60 ezrünk van. Figyeljetek, easy mode lesz a 400k. Egy kis, egy nagyon gyors csettintés. És itt is vagyunk. Némeg. Már meg is van. Megyünk is tovább. Nem is értem, miért nem ide jöttünk alapból. Vegyük meg, következő helyszínt. Boom. Yeah boy. Na nézzük. Ide egy aranyrög a belépés. Egg machine. Viszi, egyszerre nyissak ki többet. Ú, így tudok majd több tojásokat kinyitni egyszerre. Tök jó. De én azt szeretném. Ó, top damage-emet azt vegyük csak feljebb.
upgrade. Én azt szeretném, honnan fog szedni ilyen aranyrögöt? Na mindegy, mindjárt kiderül, úgy látszik, nagyon epikül töltődik be. Nagyon erősek a petjeink, jókat nyitottunk. Ez rengeteg robaxot elköltöttünk rá. De meg kell szereznünk a 99 tonyást, ahhoz, hogy átjussunk a következő szintre. Azaz kivigyük a játékot. Na, új item. De jó. Tasty snack. Örülök, hogy találtam egy finom snacket. Hiszen van 1 milliónk. Ja! Egy gold bar egyelő 1 millió. Értem. Hát akkor meg is vehetjük a 9-es szintet. Bum! 2.800.000 lesz a következő. Itt milyen gépezet van? Enchant. Ó. Oh. Szóval nem tudod ezt kifizetni. Ja, milyen 600.000 kell? Nézd csak, ez mi? Jó, hogy ez egy ilyen titkos átjáró ide. Na ez jó, végre. Mondjuk nekünk van ilyen bordunk, szóval ez alapból nem volt baj. De mi az, hogy nem tudom megvenni? Hát figyelj, mindjárt petjeim összegyűjtik. Azt easyből összeszedek mindent. Még hogy én nem tudok ilyet. Ezeket majd, hogyha többet játszunk, esetleg élőbe vagy valami, akkor begyűjtsük. Na már is meg tudom ezt itt vásárolni, figyelj csak. Egyet tudunk venni, kettőt is. Vegyünk egyet, nem? Random enchant, speed 1. Ezt vettük? Hát ettől sokkal jobbunk van. Critical? Na most van ez a... hogy gyorsabban, vagy messzebbről összeszedi a mágneseket. Ez se rossz, igazából mindegyik jó. Na, srácok, ennyi volt szerintem már a nyitogatós Pet Simulator 99. Hogyha szeretnétek, milyen menő nálok itt. Ha szeretnétek mi hamarabb folytatást ebből, akkor légy szíves, ezt egy lájkot jelezzétek nekem. És ha nem tetszett, akkor nyugodtan nyomjatok egy dislike-ot, de azért remélem tetszett, főleg, hogy ennyi robaxot költöttem el. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Ti vagytok a legeslegjobbak, ne felejtjétek el. Nálam minden egyes nap 18 órakor van, új videó az ünnepek alatt is. Kellemes karácsony, kellemes ünnepeket kívánok nektek. Az Isten eredeti tutti zsúz legyen veletek minden egyes nap, még az ünnepek alatt is. Szavaztok. Figyelj csak, te még itt maradtál a videó végén. Ezt láttad? Mi az Isten volt, és ez most jött és ellopta tőlem? Néma! De kaptam egy ajándékot. Na, kívánok.